mai napon megnézzük a legfelkapottabb workshop pályákat a Stumble Guys-ban. Ahogy láthatjátok, a Stumble Workshop fülön belül van egy ilyen rész, hogy trending, azaz a leges, legnépszerű pályák, amikkel játszanak a játékosok. Van itt Goat kreátorok által épített pálya, illetve van itt mindenféle más kreátor, és teljesen átlagos, nem kreátorok által csinált pályák is vannak. Egyiket sem próbáltam még úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsi leszek, de mielőtt még ebbe belevágnánk, mindenféleképpen írjátok be a Hunter Kutot a hogy a szeretnétek támogatni a csatornát, hatalmas segítség ez nekem, és nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki használja a Hunter kódot, illetve nézzük meg egy szuper Lucky Wild, ha már van ingyenes pörgetésünk, hát ha esetleg meglep minket valamivel a játék, és nem is rosszak lesz, nagyon majd majdnem ott volt a speciális, hát ezt már megszokhattuk, ötgem sajnos. Olcsó játékok, ajándékkártyák, és még Stumbleguys gemek is egy helyen, eneba.com. Vamos! Link a leírásban. Na nézzük meg először Kevkónak a pályáját, aminek a neve is az, hogy Kevkó, tehát a a neve, úgyhogy fogalmam sincs, hogy mi a franc lehet ezen a pályán. A kódot itt láthatjátok, hogyha szeretnétek ti is kipróbálni egyébként ezeket a pályákat, mind megtaláltok a trending fül alatt a játékon belül, szóval ti is könnyedén ki tudjátok másolni a kódjukat, és ki tudjátok próbálni őket, akár egyedül, akár a barátaitokkal. Írjátok meg majd nyugodtan a videó közben, vagy a videó végén, hogy nektek melyik pálya tetszik a legjobban, melyiket fogjátok esetleg kipróbálni ti is, vagy melyiket fogtok esetleg ti is közös játszani, ha a videó után. Azt a mindenségit, hát ez egy eléggé hosszúkás ré... Oldaltunk itt konkrétan semmi nincsen, hanem egyenesen kell csak menni. Na itt először is egy egészen könnyű részsel indítunk. Amúgy az jó ezekben a pályában, amit nem ilyen orbitálisan nehezek, bár nem akarom elkiabálni magam, hogy itt ugye a haverok, hogyha versenyezk, akkor tudjátok egymás innen boxolni, meg mindent. Tehát, hogy izgalmas versenyek tudnak kialakulni, és nem csak az az egyetlen lényege tud lenni egy pályának, hogy borzasztó nehéz legyen, és konkrétan ne lehessen rajta végig menni. Úgyhogy egyelőre tökre tetszik ez a pálya, viszont itt egy ilyen labirintusba érkezünk, ami már annyira nem tetszik, főleg, hogyha itt ilyen több út lesz, mert akkor lehet, hogy megint el fog tévedni. Ugye volt egy olyan videó, ahol konkrétan csak ilyen labirintusos pályákat próbáltam ki. Ha azt esetleg még nem látod, akkor a sorokba kattintva meg tudod nézni, de szerencsére ki is jutottunk egészen könnyedén a labirintusból. itt vannak ilyen bámperek, az őszintén nem tudom, hogy mi a szarért. Viszont itt, hogyha esetleg le akarjuk vágni, akkor mehetünk egy ilyen jump pad-en is. Egyelőre egy első rész tökre egy kis ilyen aranyos pálya, nincsenek benne túlzottan nehéz akadályok, egyszer se még le róla, bár ezt nem akarom elkiabálni, remélem, amúgy van rajta checkpoint, hogyha esetleg véletlenül elrontanánk, például most nem akart feldobni ez a cucc, de szerencsére nem rontjuk el, mert feldob, nagyon jó. Szóval lehet, hogy nem is lesz szükségünk egyébként a checkpointra, ugyanis már itt vagyunk, és esetleg még egy labdával át, még sok értem ennek a labdának nem volt. Itt megindulhatunk, itt van ilyen boost pad, itt van egy-két ilyen forgolódó cucc, bár ezek konkrétan úgy állnak, hogy simán ki vannak nyitva, és lehet előre haladni, ezeket itt pedig, ezeket a golyókat megpróbáljuk minél simábban kikerülni, de azért vigyázzunk, mert azért azt, hogy mindenfelé lövöldözik, erre kéne gyönyörűen felugrani, ú, az még kicsikét volt, de hülye vagyok, Jézusom. Na hova fogunk spónolni, ez itt a jó kérdés. Hála Istenek van checkpoint, úgyhogy nem spónoltunk túlzottan messzire. Inkább türelmesen megvárjuk, hogy odaérjünk, és szépen leugrunk róla. Itt pedig már csak egyetlen akadály van. Szerencsére ez a pálya egyáltalán nem volt bonyolult, extra nehéz. Egy tök csilles, tök király kis részpálya, amit akár a játékban is el tudnék képzelni. GG Kevko, szerintem egyedül nem túl izgalmas, de haverokkal tök izgalmas lehet rajta versenyezni. És hogyha esetleg valamelyik barátotokkal versenyeztek, akkor írjátok le majd nyugodtan, hogy ti vagy a haverotok nyert. Na nézzük a következőt, ez Ráshower 2.0 névre hallgat, és egy Noti 70%-nevű random játékos építette nem kreátor semmi. Gondolom én, hogy ez, ami rássaörre hasonlító pálya lehet majd, ami olyasmi, mint a Rashower, és lehet rajta Hour-t gyakorolni, vagy Hour-t játszani, de ugye respawnolunk. Aha ez hasonló, mint ami Vence 30 videójában is volt, amikor kipróbáltunk ilyen valódi elimination pályákra hasonlító részpályákat, amúgy az is lehet, hogy ez a pálya konkrétan ugyanaz. A hangoljunk oda. <tosan> ai! Először ugye itt kell felpattan, és az maga az a rush Ugye abba különbözik a rush től hogy menj már föl, jó. Hogy ugye ezek sima blokkok nem mozognak, de cserébe valószínűleg ilyen boost pedek vannak belerejtve, ma ha elengedem a karaktert, látjátok, hogy így megy magától konkrétan. Tehát olyan érzésed van, mintha rush lenne. Olyan érzés az ugrás is, meg minden egyébként. Á, ne! Hát elsőre nem sikerült végigvinni, sajnos. Lehet, a jump kéne megpróbálni. Ez se volt túl sokkal jobb, mert az uborkák azok ugyanígy itt vannak, a tuborkák, Azt néz, hogy melyik irányba van a leg Kevesebb buborka talán amúgy jobbra. Mert ebben az az érdekes egyébként, hogy egyedül is tök izgalmas, tökre jó ki lehet vinni, mert a végén ott van a cél. Tehát, hogyha esetleg nem halnánk meg a rohadt akkor ott van a cél, látjátok, tehát oda amúgy be lehet menni. Szóval, hogy ki lehet vinni a rásör pályát, úgymond. Úgyhogy megpróbálom kivinni, srácok, írjátok meg, hogy szerintetek sikerülni fog. E, nem biztos. Hopp, itt vannak ilyen kisebb platformok is. Oké, okay, és azt túléljük. Jaj, taunt, mencs meg, mencs meg. Jó, valahogy megmenekültem. Itt kéne ezeket a hülye tüskéket. Ez tényleg hasonlít tökre a Russia Őrre, arra a tüskés autóra. Jó lenne ez valahogy túlélni. Oké, okay, megyünk is tovább. Nagyon szép. Ott van már a cél eléggé közel. Hát csak pár darab kell túlélni. Oké, okay, valahogy megúszuk. Uha, uha, itt az utolsóra rámegyünk, és nagyon finom. És rájövünk erre a jumpedra, még fölül az űrbe. És konkrétan ott is van a cél, srácok. Let's go! Kivittük a Alert. Erről van szó. Szerintem tök fán pálya. Lehet rajta gyakorolni, lehet rajta akár versenyezni is. Amúgy, ponto amúgy pontozhatom is a pályákat. Erre mondjuk egy 10 per 6-ot adok, azért nem, azok az uborkák eléggé zavaróak, azért nem a legjobb. Az előző az talán picit jobb volt, egyszerűbb, de mégis nagyszerűbb volt, arra 10 per 7-et adnék. Jön a következő, az Ocasul Winter nevezetű pálya, amit Avexel épített. Látjátok, hogy ő elég jó map ugyanis három darab pálya is bent van itt a trendingbe. Nézzük először az elsőt, ami valamiféle téli kastély lehet így a neve alapján. Aztok minden itt milyen komoly! Hát ez nem semmi azért egy ilyet megépíteni, srácok. Mondjuk nem tudom, miért lep pöldök meg minden pálya előtt, hogy ez nem semmi, mert a legjobb pályákat, a legfelkapottabb pályákat próbáljuk ki, amivel a világon a legtöbben játszanak. Ha nem kéne meglepődnöm azon, hogy mondjuk ez most pont érdekes, hogy oda. Aha, sikerült átjutni, nyugi, és nyugi, itt, itt kell felpattani ezen a kis. Á, ne, ne, ugye van checkpoint. Persze, hogy nincs. Ha lehet, hogy ott középen kéne amúgy, de akkor menjünk ott középen. Létszérjem el. De hát, basz itt nem tudom, miért nincs amúgy checkpoint, de akkor próbáljunk meg rámenni erre a mozgó dologra. Nagyon jó. De itt mi az Isten van? Mi az? az Isten van itt? Nem lehet emellett? Várjál már, oda vannak lejtve a föld alá azok a szarok. Jó, valahogy csak túléljük, gyerünk, nézd, oda a kis kösök oda berejtette. Na most már lehet több irányba is menni, egyenesen, jobbra meg balra, legyen a jobb. Itt nem látok annyira nagyon sok akadályt, vannak ilyen tüskék, ezeket azért csak átugorjuk, oké, és itt pedig van valami föllemozgó uborka, meg egy nagy büdös semmi. Na várjál, lehet, hogy itt rá kéne menni az uborka tetejére, és akkor az úgy fölvisz. Lehet, hogy ez egy zsákutca, és csak az egyik irányba lehet menni, azt is el tudom képzelni. Nem lehet fölmenni erre az uborkára, tes. Na, légy szí, uborka! Na, nem látok odaföl, hogy mi van ott, mindegy, próbáljuk meg a másik irányt. Próbálj meg balra menni, mert gondolom ez lesz a jó, mert ezt próbálja meg az ember utoljára. De nem, hát meg itt is ez az uborkás hülyeség van, most azt nem mond már, hogy így kéne felmennem valahogy. Oda nem lehet alapból felugrani. Át is lelök, remélem az elejére dob vissza, mert akkor hülyét is kapok, nem? Jó, de nem, hát ez egyszerűen fix nem, fix nem így kell, hát ez nem visz föl rohadtul. Na jó, akkor próbáljuk meg középen, nyilván az lesz egyébként a jó útvonal, amit legutoljára próbálok meg, tehát ez teljesen egyértelmű. De itt is ilyen hülye uborkák vannak, tehát hogy nem tudom egyelőre, hogy merre kéne menni. Aha, de erre meg jobb az. O, hát itt leestünk. Na várjál. Lehet, hogy ezzel kéne oda fellöketni magam. Ez tűnik a legvalósabbnak egyébként, de hát. Aj, ez ki, aki kitalálta. Nem hiszem el, hogy azokkal kell fellöketni. Komolyan nincs más útvonal. Gyerünk, de hát ezt a szart nem lök fel, srácok, nem. De van olyan, amikor már így majdnem feldob, de nem, hát ez nem hiszem el, hogy ennyire nehéz. Próbálkozzunk itt amúgy. Hát, ha. Könyörgöm, uborka. Jó, ne! Valahogy tényleg fel tudott vinni egy darabig, de ott fönt se láttam semmit, hogy biztosan erre kellett volna menni. Hát nem, nincs ott semmi. Pró, mi a szar? Hú, hát előre ennek a csávónak a másik két pályájától. Aha, taunta majdnem jó volt. Előrefélek a másik két pályájától, hogy mit fog összehozni, hogyha ez ilyen volt. És hát még szerintem ennek a pályának a felét se láttuk kb. Aha, és le is járt az idő. Na jó, hát ezt a pályát, srácok, nem sikerült kivinnem. Na jó, azt próbáljuk meg még egyszer, srácok. Elsőre sajnos nem jött össze. Hmm. Konkrétan még csak ott a legelejénél tartottam szerintem. Na, itt van a három útvonal. Megpróbálok itt próbálkozni, mert előbbi taunt majdnem sikerült. Középen teljesen esélytelennek éreztem konkrétan. Aha, taunt, gyerünk, gyerünk, de nem. Hát egyszerűen olyan érzésem van, hogy esélytelen, hogy oda pont fölmenjen, valahogy oda nem akar. De akkor mégis merre kellene menni, én erre már komolyan mondom, kíváncsi vagyok. Jó, de ne! ne! Te só, hogy lehet ekkora szart építeni, legalább. Ha, dob már, torohat is, megint majdnem. Legyen érzésem, hogyha itt. Aha, aha, valahogy. Följöttem chat! Na jó! Ez hihetetlen srácok. Ezt komolyan nem hiszem el, hogy tényleg fel lehetett jönni. Oké, itt vagyunk. Végre, végre itt vagyunk. Oké, innen menjünk erre. Egyelőre még nem tudom, hogy merre lesz a jó út. Vonal. A itt lehetett volna feljönni, aha, azokkal is itt lehetett volna. A ugyanúgy fel kellett volna löketni magadat. Hát, nem mondom azt, hogy könnyű lett volna, de hát így se volt könnyű, de a lényeg, hogy sikerült. Remélem, itt már való volt checkpoint, mert oda még egyszer én vissza nem megyek. Ja, és itt lehetett volna a másik széléről feljönni, aha. Na, de merre kell tovább menni? Most már az lenne a kérdés. Gondolom, itt kell, aha, itt is egy Fellöketős lesz. Jézusom, de utálom ezeket a dolgokat, srácok. Könyörgöm, most ne kelljen három órát várni rá, hogy földobjon. Jó, ne, az nem rossz, az nem rossz, jó, fenn vagyunk. Ó, de még egy ilyen pat ebből áll az egész map, is utána is mi az a kerék, ami ott forog? Jézusom! Na remélem itt van checkpoint, nagyon remélem, hogy van, mert ha nem, akkor beütöm a képernyőt. Van, hála Istennek. A csávó se gondolta komolyan azt, hogy majd ezt innen még újra kell kezdeni. Aha! Az nem is rossz. Na de mi az Isten itt ez a pörgőforgó dolog? Mi a szar ez? Merre kell itt menni? Hol a cél? Most már én azt várom, hogy hol van a cél. Óha, lehet, hogy ennek a szarnak a tetejére kéne. Most itt mi a szart kell csinálni? Ezzel kell valahogy feljönni fixen. Így fölhoz valamennyire, de... Aha! Aha! Jézusom! Nem tudom, hogy hogyan, de itt vagyunk. Na de innen merre kell tovább menni? De mindig nem látom a célt. Ott van valahol fönt. De hogy jutok oda föl? Mert hogy én most innen tehetetlen vagyok, hogy itt most hova menjek. Na mindig én már arra is büszke vagyok, hogy onnan konkrétan idáig feljöttem. Tehát, hogy atyavilág. Brutális. Innen viszont őszintén nem tudom. Lehet, hogyha ide belengedem maga még magasabbra felfúj, vagy nem? Aha. Aha! fölszpónoltam valahova. Jézusom, de ki van ezt találva, és ott a cél végre. Hát, srácok, ezt nem gondoltam volna, hogy ez ennyire komoly. Nagyon-nagyon jó ki van találva, az biztos, de nagyon idegesítő, az is biztos. Na most ezekkel kéne valóban oda fölmenni, hogy még a célba oda át lehessen ugrani. Dob föl. Ne! Ugye van ott fönn checkpoint, bár remélem, hogy van, mert a pali az tud checkpointokat rakni, de sajnos lejár ismét az idő. Hát, srácok, ha nem arra én ezen vég nem megyek még egyszer. Nagyon jó ki van találva, nagyon ügyes építés. Már mondom, hogy előre félek a csávónak a további két pályától ami még lesz a videóban, az biztos, hogy nagyon komolyan tud építeni, de néha nekem ezek már túl durvák. Tehát ez tipikusan nem olyan pálya, amin egymás ellen versenyzel a barátaiddal, hanem olyan pálya, ami ilyen challenge, hogy egyáltalán ki tudjad vinni. Kíváncsi vagyok, hogy nektek sikerül-e, bár most már is sok mindent megmutattam a videóban. Az írja meg kommentbe, aki esetleg már a videó előtt kipróbálta ezt a pályát, és úgy sikerült. Uha, non minyon! Ú, milyen minyon meg van építve, de komoly. Csak eddig oda el kell jutni. Aha, ez nem mozog, vagy ez most itt mi? Ja, elindulna végre le is ugrunk ide. Úristen. Oda kéne átmenni azokra, aha, jumpedekre. Légy szí. Jó, itt vagyunk a jumpedeken, gyerünk, srácok. Ők a sárga cuccok, azok megölnek, szóval azokat valahogy kerüljük el kezdhetem előről. Oh my god. Szóval azok a sárga cuccok így jönnek föl, és így meg tudnak ölni, azokban nem szabad belemenni. Oké, okay. itt vannak ilyen picike jumpedek. Jó, könyörgöm, itt már legyen csak point, mert hülyét kapok, ha itt leesek, jó. Forgadozó dolgok, nagyon szép. Végén egy ilyen földobó, és föl is dob. Itt is van a minion. Kérdés már csak az, hogy hol a cél, mert azt itt még nem látom. Lehet, hogy a minionnak a tetejére is föl kellene mászni. Az mondjuk érdekes. Na itt egy jumped, szerintem itt kéne megindulni. Itt a szélén valahogy így körbe osonul, mert itt lát. Láttam ilyen csámpedeket. Az mi a szar? Hát nem dob semmit rajtam. A másik fog feldobni. Nagyon jó. Talán ide feljutottunk. Jaj, maradjott, maradjott. Miért mész hátra fele, Ó, bazz. És ide kerülök. Hű nincs a minyonon checkpoint. Na jó, hát ezzel még lesznek bajaink. Valahogy nem lehetne rálabdázni a minyonnak egyből így a tetejére, vagy nem tudom. Hát ez se lesz a kedvenc pályám. Ja, az előzőt nem pontoztam amúgy, az egy 10 per. 6. Ha azt nézzük, hogy milyen ilyen építési skilleket használt, akkor még akár lehet egy 10 per 9 is. De azt nézzük, hogy így összességében mennyire élveztem én azt a pályát. Akkor mondjuk egy 10 per 6. Jó? Lehet, hogy oda? De miért pattanok le? Miért? Miért? majd legalább lenne a Minionon egy checkpoint. Írjátok meg, hogy nektek esetleg sikerült a -e kivinni ezt a pályát, én ezzel most nem fogok tovább szarakodni. Ugyanis rengeteg, rengeteg másik pályánk van még, jöjjön ez a RIP nevezetű, kíváncsi vagyok, ez mit tud. Ezt is egy random játékos építette, aki egyáltalán nem kreátor, szóval kíváncsi vagyok, hogy mit hozott össze, és hogy miért játszanak ezzel a teljesen random pályával ennyien. Azt a mindenit! Ó, Isten! Hát ez se lesz anyádat. Hát ez se lesz a legegyszerűbb mapa játékba. Ott csak nézzétek meg nézd meg! Jézusom! Amúgy a rip a nevében az már sok mindent elárul. Én megmondom őszintén, félek egy kicsit attól, hogy olyan pálya lesz, ami nincsen checkpoint, és azért rip. nagyon remélem, hogy ez nem így van. Ezt amúgy csak én tippelem, szóval remélem, hogy nem így van. És nem így van! Na jó, van akkor. Aha, oda át is megyünk, nagyon szép. Haladjunk, haladjunk tovább. Nagyon jó, ezeken a forgós dolgokon szerintem egy kicsit le lehet vágni, alapból hosszabb lenne a pálya, hogy ott a közepén mennénk, ott az ágyuk között. Visszafelé menő cuccokra kell most rámennem. Aha, a Aha, menj tovább? MENJ TOVÁBB. Mit csinálsz? És Isten. Ja de várját. Konkrétan arra kéne menni, mert ez a levágás. Ez a rossz út. Tehát amerre én mentem, azt hittem, hogy levágom, de nem. Arra pont hogy egy kerülőt teszünk és hogyha erre megyünk, az rövidebb. Csak talán kicsit nehezebb. Na jó, akkor próbáljuk meg. Hát figyelj, nekem semmi nem lehet túl nehéz. Oké, okay, csapó kettő. Megvárjuk ezt a szart. Oké, okay, nehezebb út van a harmadik próbálkozás. Ne! Uh. Jó, jó! Túléltem, nyugi, nyugi, nem rontottam -e egyszer se. Persze, fiam! Aha. Itt ezek között kéne valahogy túljutni. Az fordul, az fordul. Gyerünk, gyerünk. És jó. Nem tudom, hogy hogy sikerült, de valahogy túléltem, és itt pedig már megyünk és ezen a nagyon gyors dolgon tovább. Jézusom, hol lehet a checkpoint? Nem volt rajta. Ó, srácok. Nem lesz a legkönnyebb dolog a világon ezt 8 milliószor kivinni. Oké, okay, hogy egyszer valahogy túléltem, de egyszer bőven elég is volt. Léci, 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 itt már legyen checkpoint, könyörögve kérlek. Eljutottunk a következő részhez, közeledünk a célhoz. Amúgy attól félek, hogy le fog járni most már lassan az idő. Már pedig innen még az jó. Oh! Na jó, hát én ezt végig nem viszem. Hülye, hát ez száz év. Ah! De miért nem? Ó, oh, Istenem! Ki ezeket kitalálta? Amúgy tökre rendben van ez a pálya, meg tökre kreatív akadályok vannak rajta, csak hát ennyi idő alatt ez kávé kivihetetlen. Úgyhogy sok sikert mindenkinek írjátok le, nektek esetleg sikerült ezt kivinni. Hát én eddig jutottam, ameddig láthattátok. Rendesen megszenvedtem vele így is, viszont szerintem tök kreatív és ügyes pálya, hogy 10 per 8 adok rá. Legalábbis az a része, amit én láttam belőle. Na nézzük az Easy Tricks nevezetű pályát, szintén egy Easy blogdes nevezetű random játékos építette. Remélem ez ilyen blogdes trükk gyakorlós pálya lesz, nem tudom egyébként. Nagyon felkapottak most ezek a pályákon, így lehet gyakorolni a klácsot például, úgyhogy nem tudom, hogy ez egy ilyesmi el, vagy teljesen más. Aha, hát rohadtul igen, tényleg az. Aha, jó gondoltam, srácok, nézzétek. Konkrétan innen indulunk, beugrunk ide, és itt jönnek a blogdes falak, és lehet gyakorolni a visszaugrást. Ez nagyon hasznos lehet azoknak a játékosoknak, akik esetleg nem tudnak olyan jó klácsolni, mint én, mert én nagyon jól tudok. Tehát Látjátok, hogy nekem semmi bajom nincs a kláccsal, csak ez egy szar. Ugye nekem nagyon jól megy a kláccsolás, tehát hogy igazából ez teljesen hibátlanul megy, ne aggódjatok. Ugye a legtöbb ilyen pályával az szokott lenni a baj, hogy könnyebb, mint a rendes játékban kláccsolni. Itt nem. Tehát itt rohadtul legalább ugyanolyan nehéz, szóval. Hát srácok egyáltalán nem könnyű, úgyhogy akinek nem megy a kláccs, az nyugodtan jöjjön gyakorolni, mert szerintem igazán hasznos tud lenni egy kis gyakorlás. Én nem is értem, hogy amúgy a játékban miért nem lehet gyakorolni rendesen, a miért van itt fal. Nem is értem egyébként, hogy miért nincs a játékban egy olyan Dash, ami respawnoltat, és egyből tudsz gyakorolni az alap block de ha már a játék ezt nem bírta megcsinálni, akkor legalább valaki úgy döntött, hogy csinál legyen ilyen pályát, amin tök jól lehet ezt gyakorolni, és hogy szerintem ez tök hasznos, 10 per 9 simán. Van még egy másik ilyen hasonló blogdes practice nevű pálya, úgyhogy ezt már nem fogjuk megnézni, mert valószínűleg hasonlóra lehet számítani. Nézzük ezt az MCX Stumble nevezetű pályát ATM hozétól, aki egy pro kreátor, és azt írja, hogy ez hasonló lesz a Minecrafthoz, azért van az MC ott, ugyanis Creeper és pók is meg lesz építve elvileg ezen a pályán a Minecraftból, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek, nézzük meg, hogy mit tud ez a pálya. Aha, itt hátul van egy óriási nagy jumpet, hogy így jól belássuk az egész pályát, azt a mindenit. Tényleg nagyon komoly, figyeld már, ott a creeper, ott rendesen a kard, csákány, ott a pók. Nagyon faszán meg vannak építve a Minecraftból tényleg a karakterek. De nézzük magát a pályát, hogy mennyire élvezetes játszani rajta. Az már fix, hogy nagyon komolyan néz ki, és biztos, hogy rohadt sok munka volt ezzel is. Nézzük meg, hogy mennyire lehet jól Ah, itt kell talán átugrani, nem is látok semmit belőle, de szerencsére sikerült. És itt kell, gondolom, felugrálni. Nagyon szép. Oké. Okay. Ó, oh, na ne. Ezeken nem szoktam annyira jó lenni. Nyilvánvalóan le is esik a francba. Remélem, hogy nem volt egy darab csak, de van, nagyon jó. Nem véletlenül ez az akadály elé azért berakták a checkpointot. Ha, ott is vagyunk. Easy! Oké. Okay. Uha, ez azért meredek. ne. Vagy van még egy checkpoint? Jó, itt is volt egy zseniális. Oké, okay, de, de állj már meg. Oda, taunt. Akkor meg kéne várni ismételten a tauntot, és oda, és ott is taunt nagyon jó. Oda a jumpedre tovább, de hova kéne itt most mennem? Hát vissza kerülök ide, he. Hova kéne ott túl? Ho aló, ah, az a jump paden van a checkpoint, ez most komoly. Óha. Uh ja, hogy oda föl. Á. Ah, Oké, okay, itt vagyunk. És itt ilyen picike kis kockákon kell tovább ugrágatni. Úha, uh hát ez aztán parkúr, ez aztán tényleg már csak a parkúrozás vibe miatt is a Minecraft jut eszembe róla. Először ki kell találni, nagyjából itt merre kell haladni. A creeperre kéne valahogy ját menni. Gondolom, oda kéne valahogy átmenni szembe. Ne, csúsz már le! Basz! Ne! Csak meg ne add azt a checkpointot, mert akkor haza megyek. Na jó, én nem még egyszer fel nem megyek, srácok. Ahogy látjátok, nagyon komolyan ki van dolgozva ez a pálya is. Rengeteg, rengeteg akadály van. Nagyon jól néz ki, úgyhogy ez is simán egy 10 per 8 vagy egy 10 per 9. Elképesztően kreatív és elképesztően király, hogy ilyen Minecraftos dolgokat belerakott a pali. Mindenképpen próbáljátok ki, és írjátok meg, hogy nektek sikerült-e kivinni. Én viszont így a videó végére megnézném inkább Avexelnek a leges, legnépszerűbb pályát, amivel jelenleg a leg, többen játszanak a játékba. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy miért ez az elvileg legjobb, legfelkapottabb pálya jelenleg a Stumble Guys-ban, nyilvánvalóan az épített pályák közül. Úgyhogy nézzük meg, hogy mit tud az elméletileg legjobb pálya. Ti pedig csapastok egy lájkot, ha szeretnétek, hogy legközelebb is majd, hogyha más pályák lesznek a legfelkapottabbak. Azokat is kipróbáljuk. Hűje! azt a kú... Na jó, hát ez a pali mennyi ideje van? Hát az hogy meg van építve? Anyád, na jó, na jó, na jó, na jó. ez is rohadt nehéz lesz. De nagyon komolyan néz ki. Aha, arra kéne oda. Uha, tauntoz már föl. Oké, és oda ráficcenünk, nagyon jó. Ide is átficcenünk, és innen pedig átérünk erre a kék platformra, ahonnan már fölfele lehet menni a szörnybe, vagy micsodába. Úgy sejtem, hogy ez se lesz túlzottan egyszerű. Valamiért úgy sejtem, nem tudom, hogy miért. Hátul vannak valami jumpedek. Oda, mászunk föl itt a kezén, vagy nem tudom micsodán. Óha. jó, jó, nagyon jó. Na de innen hova a szarba kell menni? Innen egyszer nem látok semmilyen útvonalat. Lehet, hogy ennek kéne neki ugrani, mert ez ilyen izé. Aha, hülye! Hát ezt mire rájöttem, ember? Jó menj oda. Jó, húha. Azért ez meg van csinálva. Azért ez komoly. Jó? Feljövünk valahogy. Oké, okay. ezen a lila cuccon megyünk szerintem tovább. Húha, Közeledünk szerintem a tetejéhez, vagy még rohadtul nem. Tudja a franc, mindegy itt. Aha, ide. Úristen, de ki van ezt a láva, tehát hogy itt vannak az óriási nagy karjai. El nem tudom, hogy ez mennyi idő lehet egy ilyet megcsinálni, de talán itt most az akar lenni a trükk, hogy oda kell ugrani, nem? Ú, ott egy jump de oda hogy megyek föl? Arra nem lehet menni. Ú, ha azt nem mondja, a karjaink kell fölmászni. Aha, de mégiscsak ott volt a jump pedecske. Ú, hát ez elég meredek. Gyerünk, de ne vágd már hasra magad, bro! Szerintem innen már nem volt messze a cél, de sajnos lejárt az idő, el sem sikerült teljesen végigvinni, de nagyon-nagyon komolyan meg volt csinálva ez a pályázat, olyan megoldások van, olyan logikus trükkökre kell rájönni, amik azért kell percek, hogy mire rájövök, meg felfogom. Úgyhogy nagyon-nagyon király és kreatív pálya volt ez is, én erre is adnék simán egy 10-ből 8 vagy 9 jól is nézett ki, izgalmas is volt, ez tipikusan nem egy versenyzős pálya, hanem egy ilyen kaland pályaszerűség, úgymond, amit így ki kell vinned, így akár egyedül, akár barátokkal. Adom az ilyen pályákat fán, de most nem arra akartam kihegyezni ezt a videót, hogy mindenképpen lelövöm nektek a megoldást, mindenképpen végigviszem, hanem még tudom, próbálgatom, illetve megmutatom, hogy nagyjából hogy néz ki, és ti, ha végig akarjátok vinni, akkor a legtöbb pályán a célnál nem lepleztem le, hogy mi a megoldás, úgyhogy még nyugodtan tudtok rajta ti is gondolkozni. A videóban látható volt az összes pályának a kódja, illetve itt van a játékon belül, tehát mindegyiket meg tudjátok találni, ezúttal most nem kell, hogy lerakjam a leírásba. Írjátok meg nyugodtan, hogy nektek melyik pálya tetszett a legjobban, melyiket fogjátok esetleg kipróbálni, jelezzetek egy like ha szeretnék még hasonló videókat, nyugodtan írd a saját pályát, kódját is a komment szekcióba, hogy a többiek akár ki tudják a te pályádat is próbálni. Ha pedig szeretnél még több izgalmas videót látni, akkor kattints. Ide rengeteg hasonló tovább izgalmas szamboegázos tartalomért itt pedig megtalálsz még több izgalmas videót tőlem a másik csatornámon, ezeket is érdemes megnézni.